Az év elején úgy döntöttem, hogy mindenképpen meg szeretném pályázni a Petőfi Sándor programot, és ösztöndíjasa szeretnék lenni. Ennek köszönhetően lehetőséget kaptam egy megbeszélésre, egy interjúra, ahol megpróbáltam bizonyítani, hogy miért is lennék jó. Majd értesítettek, hogy sikerült a Petőfi Sándor program ösztöndíjasának lenni, és bekerültem a vajdasági ösztöndíjasok közé. A kérdés az mindig felmerül, hogy miért pont Vajdaság. Ez egyértelmű, hiszen ott van kiépítve a legnagyobb kapcsolatom, az ottani fiatalokkal vagyok a legmeghatározóbb kapcsolatban, és egy hónapot Szabadkán töltöttünk szeptemberben, ahol a helyi Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség karöltve folyamatosan vitt minket különböző rendezvényekre, és megpróbált bemutatni minket a vajdasági magyarságnak, megpróbálta bemutatni nekünk a vajdasági magyarság életét, és elmondhatom, hogy fantasztikus munkát végeztünk, hiszen tényleg mindenhol ott voltunk, rengeteg rendezvényen részt vettünk. Majd egy hónap után minden ösztöndíjas a saját fogadó helyére kerül. Én Űrményházára kerültem, és ezen kívül ugye 4 településre vagyok osztva, tehát Űrményháza, Versec, ami egy város, Udvarszállás és Fehértelep, és itt végzem a különböző munkálataimat, amely azt a célt szolgálja, hogy a magyarság az megmaradjon, és különböző identitás őrző rendezvényeket igyekszem szervezni. Ilyen lesz a következő, hogy a Gloria Victisre sikerül néhány fiatallal elmennünk, és ott lennünk képviselni a délbánáti magyarság egy részét. És ugye elmondhatom, hogy Versecen óvodaprogramot fogunk beindítani a helyi Petőfi Sándor Kultúregyesülettel, amely még számomra is egy új dolog lesz, de bízom benne, hogy a gyerekekkel fogok tudni foglalkozni, és különböző magyar jellegű játékokat vagy népdalokat fogunk együtt énekelni, játszani, és hogy számomra legfontosabb az az, hogy a megszerzett tudásomat azt továbbadhatom, és az ott lévő magyarságot fejleszthetem.